Na, hát sok szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy egyre többen vagyunk most már a Facebook csoportban, a Facebook oldalon és a YouTube csatornán is. Én szívből örülök neki, hogy egyre több olyan emberrel találkozom, akit érdekel a meditáció, illetve a tudatos teremtésnek a témaköre. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban akkor elindítanék egy ilyen videós bejegyzést is, ugyanis nem nagyon kommunikálok még videóban. Egyrészt szeretném gyakorolni, másrészt pedig szeretnék hozzátok egy kicsit személyesebb módon is szólni, mert elég sok kérdés érkezett tőletek, illetve a csoportban már ki is alakult egy chat szoba, ami nagyon szuper szerintem, hogy tapasztalatokat tudunk cserélni, illetve a témakört illetően bármiről tudunk beszélgetni. Viszont privátban is érkeznek hozzám tőletek kérések, kérdések, és úgy gondoltam, hogy alapvetően ezeket a kérdéseket lehet, hogy egy ilyen videós anyagban egyszerűbb lenne megválaszolni, mert nagyjából egyébként ugyanazt a témakört feszegetitek, vagy ugyanazok a témakörök érdekelnek mindenkit, akik rám írnak, és az elsődleges témakör pedig az, hogy egyrészt hogyan kell jól meditálni, a másik része pedig az, hogy miért nem múlik el a szorongás, és hogy hogyan lehet elengedni gyakorlatilag ezeket a szorongási pontokat, ezeket a berögződéseket, és miért van az, hogy ezek a szorongások folyamatosan fogva tartják az ember gondolatait, tudatállapotát, érzelmi világát. Hogyan lehet ebből kiszabadulni? Úgyhogy ezzel a két témával kapcsolatban szeretnék veletek megosztani néhány tapasztalatot, hát ha segít, és akkor hát ha egyszerre tudok válaszolni az általatok feltett kérdésekre úgy, hogy talán az is megkapja a választ, aki mondjuk nem írt, vagy nem szeret csetelni, vagy nem olvassa a csoportban a hozzászólásokat. Nekem ez az egész utam ez úgy indult, hogy lehet, hogy valaki olvasta a csoportban, lehet, hogy valaki nem, ezért inkább elmondom, elnézést azoktól, akik már tudják, és szerintük ismétlem önmagam, igyekszem rövidre fogni. Szóval nálam ez úgy indult, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szorongtam, és nagyon-nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben, annak ellenére, hogy gyakorlatilag nem volt rá okom. Tehát nem volt olyan kifejezett traumám, vagy átélt tragédia az életemben, ami miatt ennek a szorongásnak ki kellett volna alakulnia, hanem egyszerűen belekerültem egy olyan gondolatörvénybe saját magamban, amitől elkezdtem a világomat nagyon szürkének, nagyon nehéznek, nagyon félelmetesnek, talán ez a legjobb szó rá, nagyon félelmetesnek látni. Legfőképpen a jövőtől való félelem jött bennem elő nagyon sokszor. Gyakorlatilag minden reggel úgy keltem fel, hogy itt volt fönt a gyomorsavam, folytogatott a hányás és a sírás, és erős szívdobogásom is volt mellé, és nagyjából éjszakánként is már úgy feküdtem le, hogy forgolottam, nem tudtam aludni, és napközben sem tudtam egyébként ebből az állapotból húzamosabb időre kikerülni. Nem volt különösebb oka, tehát igazából annyi volt, hogy ugye kisfiammal én nagyon sokat voltam itthon, hiszen ugye megszületett, és akkor 2 éves koráig folyamatosan, illetve több mint 2 éves koráig folyamatosan itthon voltam vele. Ez az itthonlét volt az egyik. Egyébként ezt már végigcsináltam egyszer a lányommal, és ő 10 éves. Akkor 25 éves koromban nem éreztem ezt akkora váltásnak, de a Kristóf, a kisfiam az Covid idő alatt fogant meg, és úgy is született, tehát gyakorlatilag abba a helyzetbe kerültünk, hogy kismamaként, veszélyeztetett terhesként voltam, és kijárási tilalom volt, és még az utcára se tudtam kimenni este 7 után sétálni, hogy kiszelőztessem a fejem, és elindultam egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy lejtőn, amit akkor még nem is észleltem egyáltalán. Tehát ez nem akkor derült ki, hogy én lejtőn vagyok, amikor ez történt velem, hanem évekkel később.
Nagyon sokáig voltam bezártságban, ugye a Covid miatt gondolom, ahogy mindenki, meg egyébként is home office-ban dolgoztam. Ilyenkor ugye veszélyeztetett terhességem miatt nem tudtam bejárni a munkahelyemre, úgyhogy megegyeztünk a munkáltató, vagy akkor otthonról dolgozom. Aztán megszületett a kisfiam, és akkor még a párom is, a férjem is otthonról dolgozott nagyon sokáig, aztán munkahelyet váltott, és akkor egyszer csak mondta, hogy hát akkor neki ő mostantól 8 órában nem lesz itthon. És akkor még nagyobb ilyen félelem telepedett rám, hogy mit fogok én csinálni itthon egyedül a gyerekkel, pedig hát minden anyuka ezt csinálja, de eléggé be volt már szűkülve a tudatállapotom, és nagyon féltem attól, hogy akkor most mi lesz. És hát így alakult ki bennem ez az egész, aztán a férjem elment dolgozni, ugye én a kisfiammal itthon maradtam, a nagylányom az már iskolába jár, dolgoztam a kisfiam mellett folyamatosan, és közben ugye neveltem, sétáltunk, stb., de hogy nem találtam az utamat, és folyamatosan féltem a jövőtől, mi lesz, ha vége lesz a gyeses időszaknak, hogyan lesz a munkahelyemmel, hogy fogok visszatalálni a munka világába, szóval minden is. És nem az volt, hogy voltak időszakok, amikor ez rám tört, és voltak időszakok, amikor jól éreztem magam, hanem gyakorlatilag hát a bölcsődei beszoktatáson egy éven keresztül szorongtam, egy éven keresztül minden nap azon szorongtam és sírtam, hogy a kisfiamat bölcsődébe kell adnom. Ez teljesen nem normális állapot. Utána pedig egy évig azon szorongtam, hogy akkor hogyan lesz tovább a munkahelyemmel, és teljes önkáó volt az egész. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, nekem muszáj valamit kezdenem magammal, mert tényleg meg fogok bolondulni a saját gondolataimtól, és ez abszolút nem szül semmi jót, és akkor elkezdtem így a spirituális világ felé elindulni. Voltam pár spirituális képzésen, de ott nem igazán találtam meg a hozzám legközelebb álló gondolatokat, és utána érkezett meg Dawson Church és Joe Dispenza az életembe, amikor is az első könyveket megvásároltam, és elkezdtem olvasni, és aztán fölmentem a YouTube-ra, és néztem a Joe Dispenzával az összes interjút, akkor elkezdtem hallgatni a meditációit, elkezdtem meditálni, de úgy igazán komolyan meditálni, és a pozitív megerősítéseket hallgatni. Nagyon sok pozitív megerősítést hallgatok mai napig. És azt csináltam, hogy amikor a kisfiammal kimentünk sétálni, vagy motorozni, folyamatosan a fülembe volt a füles, és hallgattam a YouTube-on az előadásokat, hallgattam a hangos könyveket, hallgattam a pozitív megerősítéseket. Nyilván a kisfiammal is foglalkoztam, tehát nem arról van szó, hogy nem. De hát amikor ő motorozik, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy most mit hallgatok a fülemben, úgy voltam vele, hogy muszáj lesz ebből valahogy kiszakadnom, és akkor így sikerült elindulnom ezen a tudatos teremtés útján. És ezzel kapcsolatban ezt azért meséltem el nektek ilyen hosszan, mert mindenkinek megvan a saját útja, mindenkinek megvannak a saját élethelyzetei, traumái, tragédiái. És valószínűleg, hogy az én életemben ezek az élethelyzetek valaki számára bagatell dolgok, és nem is érti, hogy én ezektől hogy akadhatok ennyire meg, vagy hogy akadhatok ezeken ennyire fent, vagy miért szorongok ennyire. De én úgy gondolom, hogy nem lehet és nem is kell összehasonlítani senkinek a megélését, vagy az adott élethelyzetét azzal, hogy ki miben van, és ki hogyan éli meg. Valaki a boltba való vásárlást is egy pokolnak éli meg, valaki pedig nagy tragédiát szenvedett el az elmúlt időszakában, de hogy ezt nem lehet összehasonlítani, és nem is kell. A lényeg az, hogy mindennek, az egésznek a forrása az itt van a fejünkben. És ezen kell tudni változtatni, és ezen az úton indultam el én is, és hát igen, most már azt hiszem talán ideig egy évet mondtam, de lassan most már másfél-két éve foglalkozom ezzel a témával úgy magamban, és ugye az elmúlt fél évben kezdtem el kifele is kommunikálni a változásokat az életemben, meg kifele is segítséget nyújtani másoknak, mert elképesztő változások történtek velem a pozitív megerősítések és a meditáció hatására. Egyszerűen másképp látom a világot,
tudom azt, hogy minden úgy is megoldódik, nem félek a jövőtől egyáltalán. Van, amikor bejönnek, még bekúsznak ilyen negatív gondolatok, de már nem annyi. Megszűntek a szorongásos tüneteim, tudok aludni, és közben pedig váratlanul nagyon durva pozitív dolgokat teremtek most már az életemben meg folyamatosan. Nem azt mondom, hogy elértem ennek a csúcsát. Szerintem egyébként ennek az egész tudatos teremtésnek nincsen csúcsa, nincsen egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy na akkor most már végeztem, mindenem megvan, mert az ember, amikor rájön arra, hogy a meditáció során, hogy hova juthat el, meg milyen egységben élünk az egész univerzumban, és gyakorlatilag mennyire felesleges dolgokkal terheljük a saját idegrendszerünket, akkor utána már az elsődleges céloknak tűntek mondjuk egy évvel ezelőtt, bizonyos anyagi javak megszerzése, vagy mit tudom én most mondok, egy új bicikli a gyereknek, vagy egy új autó a férjemnek, tök mindegy, nem számít már annyira fontosnak, mint a lelki béke és a belső nyugalom. És nyilván ezeket a dolgokat is meg lehet teremteni, meg is kell, hiszen ezért vagyunk ezen a földön, ezért tapasztalunk fizikai testben is, hogy teremtsük meg az anyagi javakat is a saját életünkben, de hogy ezt az egészet lehet teljesen párhuzamban is csinálni, és én úgy gondolom, hogy nem is lehet egyébként úgy pozitívan és hosszan tartóan anyagi javakat teremteni, hogy közben a mögöttes rész az meg teljesen üres. Mert akkor azoknak az anyagi értékeknek, vagy anyagi javaknak semmi plusz értéke nem lesz. Nem tudom jobban megfogalmazni, lehet, hogy kicsit zavaros még, de hogy te például arra gondolok, hogyha veszel magadnak egy új autót, attól még lehet, hogy 2 hétig boldog vagy, és utána már onnantól kezdve nem fog érdekelni, mert még többre, még többre, még többre vágysz. Tehát ha nincs mögötte az, hogy gyakorlatilag hálával megélsz minden pillanatot az életben, és próbálsz odafigyelni a gondolataidra, és tényleg arra koncentrálni, hogy milyen jó dolgok történnek az életedben, és fú, de jó ez az új autó, és nem csak azért, mert új, hanem azért, mert elvisz A-ból B-be, mert a, nem tudom, gyereknek kényelmesebb az ülés benne, meg egyébként világot láthatok vele, tapasztalhatok, érezhetek. Tehát, hogy szerintem ez a kettő együtt működik, és akkor még egy kérdésre sem válaszoltam, úgyhogy most akkor elkezdek a kérdésekre válaszolni. Az egyik az, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt a szorongásos dolgot, és miért van az, hogy folyamatosan visszajön, és miért van az, hogy egyáltalán nem múlik el, vagy hogy hullámokba visszajön. Erre az az egységes válaszom úgy mindenkinek, aki ezzel küzd, hogy meg lehet szüntetni, és nem győzöm ismételni magam, tényleg úgy lehet, hogy rengeteg pozitív megerősítést hallgat az ember, nagyon sokszor meditál, megpróbál meditálni. Az is meditáció, ha főzöl egy finomat, és közben élvezed, ahogy az étel illata megsapja az orrod, és csak arra koncentrálsz. A meditáció lényege nem feltétlenül az, és szerintem ez nem is egy elvárható dolog, hogy te folyamatosan gondolatmentes, gondolatüres állapotban legyél, hanem az a lényege, hogy az elmédnek a zavaró tényezőit, ami folyamatosan bevág a gondolataidba, ilyen cikázó elmeállapotot, azt megszüntesd, és valamilyen flow állapotba belekerülj, és ez például lehet séta közben, lehet futás közben, lehet úszás közben, lehet főzés közben, tehát meditáljunk. De úgy meditáljunk, hogy nem kényszerből, hanem csak élvezzük annak a folyamatnak, vagy cselekvésnek a minőségét, amit éppen csinálunk és szeretünk csinálni. Már ez is egyfajta meditáció. És természetesen van a másik fajta meditáció, amikor leülünk, behunjuk a szemünket, meghallgatjuk a vezetett meditációt, vagy nem hallgatunk semmit, hanem csak behunjuk a szemünket, csöndben maradunk, és befele figyelünk. A vezetett meditáció az azért jó, mert segít irányt mutatni, hogy mégis mi az, ami fele kéne fordítani a figyelmet, de kinek mi jön be. És alapvetően ez a fajta meditáció is olyan, hogy ne várj csodát tőle az első 10-20 alkalom után. Valakinek 2-3 év, mire beérik. Nekem sem volt pozitív, olyan kitörő pozitív élményem az első nem tudom hány hónapban. Csináltam, éreztem is valamit, meg nem is.
meg úgy jól esett hallgatni, kikapcsolódni, de nem volt ez a nagy úristen, kilőttem magam az űrbe, és tudat, meg gondolatmentes állapotban vagyok, és akkor én most varázsoltam. Ez nagyon sokára jött el, és nagyon rövid ideig, szóval biztos vagyok benne, hogy köztetek van olyan, aki nálam sokkal magasabb létrára, vagy hogy mondjam, tehát, hogy magasabb szintre is eljutott már a meditációban, de alapvetően nekem az a tapasztalás, amikor megéreztem az egységtudatot, a mindennel való egységet, és az abszolút azonosulás mindennel, az a pár másodperc, az olyan szinten másfajta tapasztalás, hogy azt nem lehet leírni, azt meg kell tudni tapasztalni, és ehhez gyakorolni kell. És ez tényleg így működik, és amikor írjátok, hogy meditációnál ilyen zavaró tényezők jönnek, vagy nem megy, vagy szorongsz közbe, nem baj, csináld. Ezt az egyet foghatjátok meg, kérlek, hogy ne hagyjátok abba, mert meg lesz a gyümölcse, csak egyszerűen csinálni kell, gyakorolni, csinálni, gyakorolni, csinálni, és nem abba hagyni. És a legfontosabb az, hogy ne várjuk már el azt, hogy azonnal minden megváltozik, és akkor nem tudom, következő héten már teljesen más életet fogunk élni, mert ez azért nem így működik, mert a korlátozó elménk ezt nem fogja engedni. Nem tudod befogadni azt, hogy a következő pillanatban egy rózsaszín elefánt itt fog állni a teraszodon, mert az elméd teljes mértékben nem hiszi el. Most ez azért volt egy ilyen példa, hogy ennyire elrugaszkodott ötleteket is lehet kérni, hogy megnyerem a lottó ötöst, milliárdos akarok lenni, és mit csinálsz utána a milliárdjaiddal, meg minek az neked? Oké, nem lesznek anyagi gondjaid, de ne azt próbáld megteremteni, hogy pénzt akarsz, a pénznek nincs értéke. Hogy mit szeretnél elérni abból a pénzből, inkább azokra gondolj. De most megint elkanyarodtam, bocsánat, tele vagyok gondolatokkal. Szóval, hogy igen, gyakorolni kell a meditációt, és nem szabad feladni, és a másik dolog, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy a szorongásos állapotot is el kell tudni fogadni. Nem szabad küzdeni ellene. Az egész tudatos teremtésnek a lényege, hogy egyszerűen arra kell helyezned a fókuszt, ami neked jó. És ami rossz, mondjuk mint például egy szorongásos állapot, vagy bármi más az életedben, ami nagyon zavaró, vagy nagyon kellemetlen, vagy rossz, azt pedig nem ellenkezve otthagyni, vagy nem ellenállni neki, hanem befogadni, megélni, és utána elfordítani a fejed egy másik irányba, és a pozitív dolgokra gondolni, de megengedni magadnak, hogy rosszul érezd magad, és igenis lehet mélységesen szorongani, és igenis lehet borzasztó rosszul érezni magad, mert a tudatos teremtés nem arról szól, hogy te állandóan ilyen happy vagy, és úristen, minden tökéletes az életedben, és harmóniában vagyunk, nem lehet. Ez dualitás világában élünk, tehát mindenhol a pozitív, ott van a negatív is. Folyamatos mérlekhinta az életünk. Most gondold egy állóvízbe, mit csinálnál? Ha mindig minden tökéletesen happy lenne, akkor mi lenne az élet értelme? Mit keresnénk itt a Földön? Tehát, hogy nem baj, ha jönnek a rossz időszakok, nem baj, hogyha jönnek újra a negatív gondolatok, nem baj. Fogadd el, fogadd be, éld meg. Nekem sem úgy működik, vagy nálam sem úgy működik, hogy én folyamatosan jól érzem magam, dehogy is. Viszont észre tudom venni, hogy na most mire gondolok, milyen érzelmet váltott ki belőlem, miért váltja ki belőlem ezt az érzelmet, mit tehetek mondjuk azért, hogy ez az érzelem bennem megváltozzon, hogyan tudom magamat lenyugtatni, milyen gondolatokra van szükségem ahhoz, hogy én ebből az állapotból kikerüljek. És ez így végigfut a fejembe most már, tized másodpercek alatt, amikor elkezdem magam rosszul érezni. Attól még rosszul érzem magam, de már elkezdek azon gondolkodni, hogy akkor ezt így hogy cseréljem le, váltsam le, mire gondoljak. És akkor így megy magától ez idő. Na, ez volt az egyik kérdés, remélem azért nagyjából sikerült megválaszolnom azt, hogy a szorongásos állapottal kapcsolatban mit lehet tenni. És mi volt a másik, amivel elkezdtem? Nem tudom. Szétcsúsztam. Jó. Most nem jut eszembe, úgyhogy
ezt a majdnem 20 perces videót, ezt most akkor szerintem én felteszem a Facebook oldalra, meg majd lehet, hogy később a YouTube-ra is, nem tudom, de szerettem volna megválaszolni ezeket a dolgokat, meg ezeket a kérdéseket, csak most a másik kérdés, amit mondtam, hogy az egyik volt az, hogy a szorongásra, amit mit lehet kezdeni, vagy ja igen, hogyan lehet jól meditálni? Nincs olyan, hogy rossz meditáció. Ez volt a másik kérdés. Nyugodtan meditálj. Ha viszked közben az orrod, meg a fülethegye, meg közben 25-ször fölkezd pisilni, meg félbeszakítod, nem baj. Csináld, aztán majd egyre többet fogsz tudni csinálni belőle úgy, hogy bele tudsz süppedni ebbe az állapotba. Nincsen olyan, hogy rossz meditáció. Nem lehet rosszul meditálni. És pont most olvastam egy olyan könyvet, mert egyébként én falom a témában a könyveket, és nem tudom, annyi van, hogy szerintem sose fogy el, hála Istennek, hogy a legnagyobb szentek Tibetben, a nő, aki írta ezt a könyvet, ő elment, meglátogatta Tibetben a legnagyobb szenteket, és akkor kiderült róla, hogy hát ő valami nem tudom hány évig élt kolostorban, és a szentekkel együtt meditált, és utána bevallotta önmagának, és saját magának, meg másoknak is, hogy nem tudom hány év meditáció után is úgy gondolta, hogy ő rosszul meditál, és valamit nem jól csinál. Mindenki ezt gondolja magába, vagy nagyon sokan ezt gondoljuk magunkba, hogy hát ezt tudni nem jól csinálom, hát valami más kéne éreznem. Hű, hát én nem tudok ebbe belemerülni, meg viszket a talpam, meg amúgy kezd fájni a fejem. Nem baj, ez az elme működése, és szerintem egy elvárhatatlanul magas cél az, hogy teljesen gondolatmentesre kikapcsoljuk az agyunkat. Szerintem nem is kell, hanem egyszerűen csak ezt az elernyedést, ezt kell tudni elérni, és akkor onnan lehet építkezni. Na hát, nagyon köszönöm a figyelmet. A mai napon felkerült egyébként a csatornámra az éjszakai meditációja Dr. Joe Dispenzának, hallgassátok, hogyha szeretnétek, természetesen csak akkor. És pihenjetek, teremtsetek, jön a hétvége, remélhetőleg jobb idő lesz. Én köszönöm nektek, hogy vagytok, nagyon köszönöm a nagyon sok pozitív visszajelzést. Én álmomban nem gondoltam volna egyébként, hogy ebből a csatornából ez lesz, mármint, hogy értékelik majd az emberek a munkámat, és hogy tetszik majd nekik, amit csinálok. Úgyhogy én tényleg nagyon köszönöm nektek, hogy vagytok. Nagyon sok erőt adtok egyébként nekem azzal, amiket írtok, és hát hamarosan újra találkozunk majd egy következő meditációban, vagy egy podcastban. És, ja igen, a harmadik téma még így zárásképpen, hogy többen mondtátok, hogy szeretnétek majd közös élő meditációt is. Lesz rá lehetőség, csak nekem még a szakmai hátterét azt ki kell tanulnom, hogy egy élő adásban hogyan lehet úgy alá keverni a zenét, hogy az ne legyen akadozó, meg ne legyen zavaró. Hasonló, tehát ilyen technikai dolgokat kell nekem még majd megfejtenem, hogy a YouTube csatornám, vagy a Facebookon hogyan lehet úgy minőségi élőadást csinálni, hogy ez tényleg olyan legyen, hogy megakad, vagy valami probléma lesz, vagy meditációnál azért ez nem túl szerencsés. Illetve tervezek majd tematikus, csoportos meditációkat is, meg még nagyon sok mindent, csak még össze kell állnia nekem is a fejembe, hogy mi ez az irány, amiben el szeretnék indulni, de várható lesz még nagyon-nagyon sokféle dolog, sokféle hanganyag, sokféle csomag, úgyhogy bízom benne, hogy továbbra is velem lesztek ezen az úton. Sziasztok!